Üdvözlök mindenkit a mai videóban, ami nem más lesz, mint egy teljesen új Roblox játék, amivel még soha nem játszottam, legalábbis nem emlékszem rá. És ez nem más, mint a Piggy nevű játék, ami elvileg egy horrorjáték, ugyanis nem sokára jön a Halloween, közeledik, és arra gondoltam, hogy itt az ideje beavatni a csatornát a horrorjátékok világába is, és valamilyen kis laza, könnyed horrorral kezdenék, aztán lennének nem Robloxban megtalálható játékok is, amiket ki szeretnék próbálni és videót csinálni belőlük. Horrorból egyre több és több lesz, reményeim szerint. Na de vágjunk is akkor bele. Sziasztok! Elkezdtem egy új cicás játékkal játszani, ami nem más, mint a Little Kitty Big City nevű játék, azaz kis cica, nagyváros. Mindenkinek tudom ajánlani ezt a cuki játékot, aki szereti a cicákat, és szeret játszani is, mert ez így egy nagyon cukker kombó. Ti is meg tudjátok venni olcsóban a játékot az Eneba oldalán keresztül, és hogyha még ma elkezdtek játszani a játékkal, akkor velem együtt tudjátok majd kijátszani, hiszen nem sokára felkerül a következő része a cicás sorozatomnak, amiből az első részt már ti is megnézhetitek a csatornámon. Használjátok a videó leírásában található linkjeimet, ha a vásárlás mellett döntötök. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki használta, illetve használni fogja a jövőben, és most pedig térjünk vissza a videóhoz. És nézzük meg, hogy milyen játék ez, elvileg itt a malacok elől kell rohangálni, tehát tényleg ez ilyen kis easy peasy lesz, ugye ez itt a... Ez olyan ismerős nekem. Na mindegy, ez itt a kis szobánk, volt egy emeletes ágyunk, és akkor itt, hogy lehet, aha, kontrollal lehet csúszkálni. Úristen! Jaj, de megijedtem, elnézést kérek, de hát én nagyon összecsináltam magam, hát ez mi? Hát ez gatya. Annyira megijedtem, már most rögtön az állásért. 17 000 ember játszik ezzel a játékkal. Hogy tudom őket megölni? Ennyi volt a játék? Na jó, akkor itt az ideje megnézni a pályát. Jó, tehát erre jöttem, itt volt a Piggy, és akkor erre ez a szoba volt, igen, ahol láttam, itt ki kellett volna kerülni egyébként, tehát ez így nem volt jó. Elég fura hangokat hallok, game over, hát ez nem tartott túl sokáig. Hú, gyerekek, én ezt nem értem, most mi van? Intermission, itt van velem CXX meg Léna, és akkor mi egybe vagyunk? Vagy ez hogy? A lobbiba 3 ember van, 4, de miért vagyunk ilyen kevesen? 17 000 ember játszik a játékkal. Hol van az a 17 000 ember? Nézzük meg ezt az első házat, jó? Mit szóltok hozzá? Nem tudom, a többiek metróba akarnak menni. Jó, akkor menjünk metróba. Tőlem aztán mindegy, csak szeretném megismerni a játékot, meg mondjuk úgy a térképet. Lehet egyébként játékos a Piggy? Vagy ez hogy van? Én ezt annyira nem értem. Ja, itt egy nyuszi. Mindjárt csak nem kijutottunk innen. Egy picit pihenni kell, igen. Ne aggódj, nyuszika, ki fogunk jutni innen. Hirtelen lett egy sztori. Jó, és akkor ezt fel tudjuk venni? Aha, jó. Na! És akkor most hogy van ez? Mert szegény nyuszi kinyíródott, vagy hát nem kinyíródott, hanem pihennie kell. 9 percet, hogy akkor 10 percünk van. Ehhez kell nekünk egy kalapács, ja, értem. Hoppá! Mi az? Mi volt az? Nincs itt semmi? Amúgy. Mert azért én ide bejönnék megnézni, hogy itt mi van. Itt egy kulcs. Nem tudjuk ezt felvenni? Mi az Isten? Hogy került ez ide? Hogy került ez ide? Ennyi volt? Ennyi volt a játék? Hát ez csodálatos! De nem értem, hogy most mi alapján jött ő a semmiből. Hát honnan tudom, hogy jön? Nem is látok a hátam mögé. Hát nincs ott szemem. Az ajtó az fent volt. A másik oldalon van az ajtó. Nem minthogyha egyébként nekem kéne pofázni így holtan. Ú, az nem jó. Pedig ott voltam úgy az egyik lakat, arra emlékszem, azt láttam. Ott. Ne, miért nem nyitott ki? Nem jó rá? Vagy mi? Hát én ezt nem értem, az a baj, hogy én nem is ismerem a térképeket. Megint ott jön! Úristen! Most jön vissza! Elkap! Jézus Máriám, ez nem jó. Úristen, meneküljetek, fussatok! Bolondok! Á, magyarokkal vagyok együtt. Na, jó tudni. Ja, hogy a kulcs az olyan színű, amilyen a lakat. Értem. Így már értem. Így már értem, hogy miért nem nyitja ki a zöld lakatot, hiszen narancsárga kulcs van nála. Így már teljesen érthető a dolog. Ott egy sárga kulcs is. Ó! Úristen, úristen! Ah! Jaj, nagyon para. És hányan vannak még? Zombi Piggy van? Léna van egyedül. Ott a zöld. Jaj! Ez be tud jönni? Hát ez nem jó. Ez a játék, ez egyelőre nem nyert el a tetszésem, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de ez így eléggé gagyi. Na, megint szavazhatunk. Én azt mondom, hogy szerintem az első házra szavazok, mert azt ismerem, a többit nem. Hát, ha a többiek is arra szavaznak. Mi? A rendőrség hozott ki? Ez az a hely, ahol Georgie Piggy-t utoljára látták. És miért hoznak engem akkor ide? Mi volt ez a hang? Oh, leütötte a rendőrt a Piggy, mi? Oké, na jó, el kéne indulni. Nyugi, nyugi. Menjünk már, megnézzük, hogy hol van ez a Piggy. Piggy nincs itt. Hoppá. Mi? Tessék? Hello? Hello? Ezt most nem mondjátok komolyan! Erről nem volt szó, hogyha leugrok, megdöglök rögtön. Szerintem Piggy játékos lett. Hogy itt most mi történt vele? Én mondjuk lezuhantam, tehát tök mindegy velem mi történt, mert ezt tudjuk, hogy nem volt egy jó döntés. Wow, ilyeneket kell itt csinálni. De jó lenne, hogyha én is egy kicsit tudnék játszani. Á! Miért szaladtál be? Miért szaladtál bele? Jó, akkor legyen ez a karnevál itt jobb oldalon, amit nagyon szavazgatnak a többiek. Bár én kezdem elveszteni a reményt a játékkal kapcsolatban, mert nekem ez annyira így nem fun. Oké, és akkor szerintem legyen bot. De mi ez, hogy infection? Ezeket nem értem, hogy ezek micsodák, de majd biztos, hogyha esetleg többet játszok majd a játékkal. Na, you better be ready, Mr. P. Wow, ez eléggé érdekes térkép, vagy mi ez? Nem térkép, ez na, terület. Na, game mode bot, oké. Valahol itt van. Erre emlékszem! Erre emlékszem, erre a karnevárra. Akkor én ezzel játszottam már. Gyerekek, nekem ez megvan. Emlékszem rá, én játszottam már a Piggyvel. Igen, megvan. Júj! Oké, ez megvan. Ez az egész pálya. Ez teljesen megvan. Hát én teljesen másra emlékszem. Mármint arra emlékszem, hogy ez egy jó. Ez egy jó játék. Úristen, ez egy bohóc! Ez egy nagyon gonosz bohóc, én erre eljövök. Nem tudom, hogy hol van a sárga ajtó, de nekünk nagyon kéne. Nem akarok belemenni bohócba! Miért tudok ebbe beakadni? Open monster inside! Mi a fene? Oké. Akkor nem nyitjuk ki. Pedig nekünk be kell jutni majd oda. Az ott mi? Kirepült ott felül? És hova lett a szörny? Haló? Egy csavarkulcs vagy micsoda kell hozzá, amúgy ott van a szörny. Aha, ott van egy narancsárga is. Jaj, jön! Hagyjon engem békén! Nem szeretném, hogy kövessen. De miért utánam jön? Nem hiszem el, amúgy miért van nálam a sárga kulcs? Hol vannak a többiek? Nem értem, hogy hol van a sárga lakat. De muszáj bejönnöm. Ezt fel kell vennem. Nem már! Nem tudom felvenni. Itt van, nem? Ez nem jó? De jó. Na! Hagyj vegyem már ezt fel! Oké. Oké. Megvan a sárga kulcs. És kinyitottam a sárga lakatot. Vagy hát ez nem lakat volt igazából. De a sárga kulcsa a szörnyhöz van. Meghalok! Nem jó! Menjünk, 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 menjünk. Futi, 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 futi. Hol a piros? Valahol itt lesz a piros, én tudom. És hova lett az emberünk, aki velünk volt? Ki lehet már jutni, vagy mi? Micsoda? I'm here too, ki vagy te? Kiszabadultál. Ó, nem, megfertőzöttek? Ha megfertőzöttek, nem beszélnek. Oké, ezt tudtam. És akkor most mi lesz? Zizi vagyok, ez a barátom Póni. Oké. Mit csinálok itt? Hát szeretnék innen kimenekülni. Oké, túlélőkért jöttünk, van egy biztonságos hely, ahova elviszünk. Van egy barátja, úgy látszik, de ő nem velem van. Ő nem barát, egy közülük. Vagy nem már. Ne aggódj, elkapom. Oké. Szerintem ettől nem halt meg. Gyere, visszaviszünk téged, de ez egy nagyon veszélyes hely. Ennyi volt. Hát srácok, hogyha tetszett nektek ez a Piggy-s játék, akkor mindenképpen nyomjatok erre a videóra egy lájkot, de nagyon örülnék annak, hogyha ajánlanátok akár a Robloxon belül, akár a Robloxon kívül más horrorjátékokat, mert azért ez eléggé gyenge volt szerintem. Ezt szerintem a többet magunkkal játszuk, már pedig erre emlékszem, hogy ezen a pályán játszottuk, ez beugrott, akkor azért egy picit viccesebb lehet, de így eléggé... hát ez ilyen low budget volt, de nem is értem, mire számítottam. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem, hogy azért jól éreztétek magatokat, a következő részekben találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra, én Aida voltam. Szevasztok!